Volt. Köszönjük szépen Takács Barbara és Fekete Kis Sándor a stúdióban. Takács Barbara, taxi. Gyönyörű volt az előadás. Hogyan lehet a közös énekléssel kihozni ennyi mindent az emberekből? Miben rejlik ennek a varázsa, az ereje? Hát maga a zene egy nagy varázslat. Tehát, hogy amikor az emberek bekapcsolódnak a zenének az áramába, ott valami csoda történik. És én ugye, mint zongora kísérő, rengeteget kísértem zongorát operákban, színház, stb. Tehát, hogy nekem meg ez a szakmám, hogy kihozzam a profikból is a maximumot, egy-egy hangsúlyjal, ahogy kísérek zongorán, de aztán rájöttem arra, hogy ezt nem csak a profikból tudom kihozni, ezt a zeneiséget, hanem bárkiből, tehát amatőrökből. Olyanokból, akik még csak nem is amatőrök, hanem egyszerűen megszületik bennük az a vágy, hogy szeretnének. Igen, de mindenkiben megszületik a vágy, mert azért van, aki azt mondja, hogy nekem botfülem van, nekem olyan hangom van, mint a fatrombita, és hogy a zenéhez igazániból sok közöm nincsen, pontosan emiatt. Tehát van egy ilyen tartózkodás benne, ez hogyan lehet legyőzni az emberekben? Hát két válaszom van erre. Az egyik az, hogy nem mindenkiben. Tehát, hogy ez főleg olyan emberekben születik meg a vágy, és ez független a zenei tehetségtől, akik egyszerűen egy olyan fordulópontján vannak az életüknek, hogy azt mondják, hogy hát mostantól én egyszerűen szeretném boldogabban érezni magam az életemben, jobban érezni magam. És érdekes módon csupa ilyen ember jön el hangdalázni, tehát a hangdala ének tanfolyamokra, ami az én ének tanfolyamom,
A másik pedig az, hogy teljesen vegyes a közönség ennek az ének tanfolyamnak. Ez csoportos órákat jelent különben, de teljesen vegyes, tehát, hogy olyanok is, akiknek semmi hangjuk nincs, sőt, még zenei hallásuk sincs kifejlődve egyáltalán, meg olyanok is, akik remekül énekelnek már rögtön. De azért mondjuk én, ha elmennék az ének tanfolyamatokra, és mondjuk a taxi mellé beállnék, és dalra fogadnánk, akkor, hogy mondjam, tehát eléggé észrevehető lenne a különbség minden szempontból zeneileg. Tehát azért ezt nagyon, tehát van egy akkora különbség, hogy azt nagyon nehéz leküzdeni. Hát különbség van az egyéni énekórák között, és a csoportos énekórák között. Tehát egyéni énekórán ott aztán szőrözünk minden hangon, szóval ott a gyilkosságon. És te hogy bírod ezt a szőrözést? Hát szerintem ez szükséges. Én szeretem, tehát szeretek énekelni, úgyhogy igazából bármit szívesen csinálok, énekelek, amit kell. És hogyha tehát nagyon sok tanulással, ráfordított idővel jár, akkor is boldogan vállalod ezt? Az énekléset? Igen, mert szeretem csinálni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez nem nyűg, nekem ez legalábbis nem nyűg. És mikor érezted először azt, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, és hogy milyen erős vágy van benned? Hát igazából már nagyon régóta énekelek, szerintem azért úgy mindenki énekel így valamennyire az életében. Így körülbelül egy kicsit több mint egy éve mentem el így először ilyen igazi énekórára. Uh-huh. És hát nem tudom, hogy miért gondoltam. Hát azt hiszem azért, mert ilyen csoportos énekórán vettem részt én is, és ezért mentem el egyénire, mert nekem nagyon tetszett, és jó élmény volt. És láttad először benne, hogy van olyan tehetség, amivel érdemes foglalkozni? A taxinál? Igen, azt hamar felfedeztem, úgyhogy éreztettem is mit vele, lehet hogy... a hangjában, az előadás módjában, hogyan lehet megragadni azt az éneklési tehetséget, ami azért nem mindenkiben van meg? De azért meg lehet látni a csiráját. Hát ez hallatszik, mondjuk az is hallatszik, hogyha valakinek szép erős hangja van, hogyha fogékony. Uh-huh. De visszatérve az előbbi kérdésedre, szóval a hangdal az kifejezetten nem csak azoknak van kitalálva, akik tehetségesek, hanem olyanoknak is, akik esetleg úgymond idézőjelben nem tehetségesek, bár én nem mernék egy ilyet csak, hogy egyszerűen kimondani. Pont azért nem, mert annyi ember jár hozzám, és annyi ember nyílt meg a zene, és az éneklés felé, hogy én már nem merem olyan egyszerűen kijelenteni, hogy valaki valamiben nem tehetséges. Ez nem ilyen egyszerű kérdés. Tehát, hogy mondjuk, hogy te ülnél a taxi mellett, nem is töröd, egyszer csak nem törődnél ezekkel az ilyen ego problémákkal, hogy hű, most én jó vagyok, nem vagyok jó, mert elkapna a zene, hogy egy taxit annyiféle ember ült azon a csoportos órán, és annyiféle ember ült, és az egyiknek volt hangja, másiknak nem, és amikor közösen énekel... De az univerzális, tehát a zene az univerzális nyelv, ami megnyitja mindenkinek a szívét, lelkét, és hogyha így magával ragad, akkor nem azon gondolkodsz, hogy most szépen énekeltem ezt a hangot ki? Hát most mondtad ki az igazságot, igen. Szóval, amint magával ragad, ezek a problémák, hogy most én jó vagyok, nem vagyok jó, eltűnnek, és egyszerűen azt éled át, hogy benne vagy valami hatalmas teljességben, érted? Értem. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és a remek előadást is, és még nagyon sok sikert kívánok neked az éneklés terén. Örülök, hogy itt voltatok. Szívesen. Szerintem.